Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a hetente jelentkező programajánlót látják. Lássuk a Művészetek Városa közelgő eseményeit. Folytatódik az adventi programsorozat a V8-ban. Feri bűvészejti ámulatba a programra érkezőket, aki ígérete szerint minden pillanatban varázsol és elvarázsol. Kőhalmi Ferenc műsora december 23-án szombaton 17-től 18 óráig a Szentendrei Vizes 8-as úszoda és szabadidőközpontban. Énekelj! Családi mozizás kaláccsal és kakaóval. Szórakozás a gyerekeknek, kikapcsolódás a szülőknek. Szeretettel várják a családokat a Nyisd ki a szemed filmklub ünnepi külön kiadására, merre most kivételesen elsősorban a gyermekeket várják, akiknek a film után kakaóval és kaláccsal kedveskednek. Helyfoglalás a partmozi felületén. Bum bum bum, évbúcsúztató koncert. Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl családi buli koncertje igazi buli hangulatot varázsol a színpadra Farkasházi Réka zenésztársaival a két ünnep között az egész család apraja nagyjának. Kortárs költők versei elevenednek meg a zenekar tagjainak megzenésítésében. Dalok a családról, a barátságról, szeretetről, elfogadásról, szerelemről és más fontos emberi értékekről szólnak. A hangzásvilág kialakításakor az alkotók különösen figyelnek arra, hogy az egész családnak igazi, közös zenei élményt nyújtsanak a dalok. De nem csak zenét fognak hallani, a csapat bája és humora szavakban is megjelenik, és remekül szórakoztatják az egész családot. A koncert előtt közös kézműveskedéssel várják a látogatókat. A CD a 2017-es év fonogramdíjas lemeze lett. Keszei Jana harmonikázik Szentendrén december 28-án 20 és 23 óra között a Pótkulcsban, ahol tangók, slágerek, sanzonok, önök kérték dalok is felcsendülnek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt az e-heti programajánló. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeket, véleményeket, illetve hozzászólásokat a képernyő alján látható elérhetőségekre várjuk. Ha tehetik, maradjanak velünk és nézzék meg Fókuszban című magazin műsorunkat. Találkozunk egy hét múlva csütörtökön a híradó után. Szentendre hétvégi programjaihoz jó szórakozást kívánok. Viszontlátásra!